A január 1-től indult elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerről hallhattak előadást az érdeklődők a téli gazdaköri esték keretében. A tájékoztatót a NAV munkatársai tartották. Sokan voltak kíváncsiak az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerről való előadásra, amelyet a NAV tájékoztatási osztályának két dolgozója tartott. A tájékoztatót a gazdakör külön kérte, hogy tagjaik megismerhessék az új rendszert. Ez egy nagyon fontos tájékoztatás lesz a mai este, látszik is a jelenlévőkön. Nem csak gazdálkodók vannak, hanem könyvelők is, úgy látom, akik a gazdákkal szoros kapcsolatban vannak. A közúti áru ellenőrzési fuvarozó rendszernek a tájékoztatója lesz. A NAV munkatársai, a tájékoztatási osztály munkatársai vesznek részt ezen, vagy adják nekünk ezt a tájékoztatót, külön kértük, hiszen ez a rendszer január 1-től indul be, és végeredményben ez a becsületes gazdálkodóknak a támogatását szolgálja, mert az áfacsalókat ezen a rendszeren keresztül igyekeznek kiszűrni, és ez egy nagyon komoly fegyver a NAV kezébe. Bízom benne, hogy megérti minden gazdálkodó a mai előadás alapján ennek a szükségességét, a rendszer működésének a módját, mik a kötelezettségei a gazdálkodóknak értékesítés után, a szállítás előtt, és mit kell a bejelentések folyamán, milyen adatokat kell a bejelentések folyamán ezt az illetékes helyre eljuttatni. Az előadáson elhangzott az EKR-t, a jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruforgalom átláthatósága, a gyakran emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések kizárása, és nem utolsó sorban az adóelkerülők kiszűrése érdekében hozták létre. Ennek a rendszernek a célja az áruk valós útjának a nyomon követése. Erről szól ez a bejelentési rendszer. Ugyanakkor van egy olyan része, amely alapján a keletkező közterhekre egy biztosítékot kell nyújtani. Három olyan esetkör van, amelyek esetében ezt a bizonyos EKR számot meg kell majd rendelni, vagyis ez az új szabályozás, az EKR-re vonatkozó szabályozás vonatkozik a három esetkörre. Az első esetkör, amikor az Unió más tagállamából Magyarországra történik behozatal. Ez az első. A második, amikor az Unió más tagállamába történik kivitel, és a harmadik esetkör pedig az, amikor belföldi viszonylatban történik fuvaroztatás. Az EKR-es regisztráció alapfeltétele az ügyfélkapus hozzáférés. Aki már rendelkezik ügyfélkapuval, két lépésben hozhatja létre az EKR felülethez való hozzáférési jogot. A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó termékszállításra vonatkozik.